Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Én is a Kultúrfaló novemberi estjén. Vendégeinket már még egyszer nem mutatom be, és természetesen ülve fogunk beszélgetni. Ugye a szokásoknak megfelelően 40-45 percet beszélgetünk, utána egy közös vacsora. Következik a vacsora végén, Tünde majd fog kiosztani papírokat, és akkor fel tudják rá írni a saját kérdéseiket, és a második beszélgetős körben az Önök kérdéseiket fogom feltenni a vendégeinknek. Amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor az jutott eszembe, hogy a 90-es évek közepén, amikor elfogadottá vált a pszichológiában és a pozitron emissziós tomográfoknak a használata, ez egy ilyen nagy vizsgálati módszer, ilyen izotóppal besugásolt cukros levet itatnak az emberekkel, hogy az agy az a szőlőcukrot használja fel a működéshez, és akkor egy tomográffal vizsgálják, hogyha nem tudom, milyen szavakat hall, akkor milyen agyterület az, ami aktív. Szóval a 90-es évek közepén, amikor ezek a tomográfoknak a pszichológiai használata is elfogadottá vált, az egyik akkori tanárom, a Plé Csaba professzor, azt mondta, hogy hát az agysejteknek a cukor fogyasztásából ilyen pszichológiailag releváns jelenségekre, érzelmekre, gondolatokra, szándékokra következtetni, az olyan, mintha a kéményben felszálló füstből próbálnánk meg következtetni arra, hogy a vacsora, amit Marika néni főz a konyhában, az milyen ízű. És ugye Tünde mindig el szoktam mondani, hogy itt ilyen titkokról kellene beszélgetni, arról, hogy valami titkos dolog kiterüljön a vendégekről, és az jutott eszembe, hogy valójában az is ilyen, hogy egy 45 perces beszélgetésből valami titok kiderüljön, az körülbelül olyan, mintha a füstből akarnánk megmondani, hogy milyen ízű a vacsora, hogyha megérjük, akkor ülve beszélgetünk, és az első kérdést azt a professzor úrnak szeretném feltenni. Mindenhol elmondja, hogy a természettudományos munka, a kutatás és az oktatás az a humán kultúra nélkül, a költészet nélkül, a festészet nélkül, a művészetek nélkül nem tud létezni. De honnan jött ez a gondolat, a felismerés? Hogy ezek most működik, lehet halani valami? Igen. Akkor azt mondanám, hogy kérdésben a válasz egyébként, de azért elmondanám, hogy a úgynevezett humán kultúra és a természettudományos kultúra igazából azonos eselő alatt működik. De azonos eselő alatt működik. Igazából olyan nincs, hogy valaki csak fizikus legyen. Nagyon jól tudjuk, hogy voltak olyan kiváló fizikusok, mint Einstein például, Albert Einstein. Albert Einstein a 20. századnak a legnagyobb tudósa volt egyébként, és ő fedezte föl, vagy írta le a relativitás elméleteket, főleg a második, ami a gravitációval kapcsolatban, tehát nagyon fontos dolgokat fedezett föl és írt le. Ő viszont leírta, hogy ez hogyan is jött létre? Úgy, hogy ő világ életében nagyon szerette a zenét, nem csak ő szerette, hanem játszott is. Főleg hegedült naponta, vagy időnként zongorázott, de inkább a hegedűhöz ragaszkodott, és el is mondta és le is írta, hogy ezek a nagy felfedezések úgy jöttek létre, hogy már megakadt valahol a gondolatmenetben, és akkor elkezdett hegedülni. És a hegedű valahogy visszahozta neki a zene, visszahozta neki azt az intuíciót, amivel rájött, hogy tulajdonképpen igazából mit kell leírnia, mit kell találnia. Tehát kapcsolatot teremtett a zene és a felfedezés természetesen a felfedezések között. Ezt nem csak Einsteinnél lehet megtalálni, de meg lehet találni egy honfitársunknál is, egy Tellerede. Valószínűleg mindenki ismeri a Telleredét, aki már nevét, aki le is írta, el is mondta sokszor talán még rádióban is, hogy igazából a felfedezése egy költő és a magyar költészetnek tulajdonítatja, nevezetesen Ady Endrének. Ady Endre, akinek a költészete rendkívüli módon segítette abban, hogy bizonyos dolgokat megoldjon a fizikában. Ő egyébként eredetileg nem is fizikus volt, hanem kémiát végzett, de azért mégis a fizika lett a fő szaktárgya, hiszen tudjuk, hogy a hidrogénbombának az egyik, mert
hát megalkotója volt, a másik megalkotója egy orosz volt, Szaharov, ez a két ember, külön-külön dolgoztak ki hidrogénbombát azért, mint ahogy le is írta, hogy ezt soha a büdös életben ne használják. Nem is használtak orvosok. Tehát Teller-Edénél is ugyanez volt. Ráadásul, csak mondanám, hogy amikor itt volt Magyarországon 90-91-ben látogatóban, akkor kért egy lehetőséget arra, hogy gyakorolhasson, mert nagyon jó zongorista volt. Miért gyakorol? Azért, mert meghívták a Fehérházba, a Bush, az akkor az idősebb Bushnak a születésnapjára, és őt hívták meg, hogy Beethoven szonátát játszon el. Itt kigyakorolta a Márványteremben, ugye van a rádióban a Márványteremben, adtak neki lehetőség a gyakorlásra, tehát nagyon jó zongorista is volt. Zongora, költészet, minden együtt jött, és végül sem egy felfedező. Tehát ez nem egy ritka dolog, sőt inkább azt mondanám, hogy a gyakori. Kicsi hátsó szándékkal kérdeztem, még van egy pótkérdés, amihez tartozik, egy kiegészítő kérdés. Kapok még egy pótkérdést is, igen. Hogy az előfordult a professzor úrnak az akadémiai munkássága során, hogy egy a művészetekben megtapasztalt élmény konkrétan hozzásegítette valamilyen tudományos felismeréshez. Hámori József agykutatóként, neurológusként dolgozik. Tehát, hogy van olyan konkrét élménye, hogy a máshonnan hozott szép élmény, az egy tudományos probléma megoldásában segített? Hát ilyen pontosan nem tudom megfogalmazni, mint hogy az Albert Einstein megtette ennek idején, de hát nincs is olyan nagy felfedezése, mint Albert Einsteinnek volt. De azért azt kell mondjam, hogy világ életemben nagyon fontos módon, pontosan befolyásoltak következő dolgok. Történelem. Nagyon szerettem a történelmet, és a történelemben pedig olyan dolgokat találunk mindig, amelyek majdnem, hogy egy az egyben átvihetők a természettudományos folyamatokra is. Például a kokáért a történelemben van egy olyan koncepció, hogy igazából hogyan fejlődik ki tulajdonképpen egy koncepció a történelemben úgy, hogy kisebb mozaikokból kell valamit összehozni, egy nagyobbat. Na most én, amikor a fejlődés élettanul foglalkoztam, akkor pontosan ezt tettem, szinte tudatlanul, hogy kisebb dolgokból, sejtekből hoztam össze hálózatokat. Tehát a kettő között szinte azonosult a kapcsolat. Az, amit a történelemben látunk, és az, amit tulajdonképpen a fejlődés biológiában ugyancsak megtalálunk, a kettő majdnem, hogy azonos asztalon található meg. Ez nagyon érdekes, többen ezzel kapcsolatban még rengeteg kérdésem lenne, meg lehet, hogy lesz is, ugye, hogy a... Még van pont kérdés? A következő körben lesz rengeteg, minden kérdésből öt újabb kérdés következik. Ugye az rémi izgalmas körben, ugye az emberekben egy ilyen nagyon buta dolgok, azok a sejtek, amik, hogyha jól értem, akkor azok vagy aktívak éppen, vagy passzívak, de hogy az önmagában nem tud gondolkodni, és az a 200 milliárdnak az együttműködéséből mondjuk álmok lesznek, hogy eszmék, vagy szerelem, vagy valamit, ez egy elképzelhetetlen dolog, és ezt mutatni egy életen át, az nagy... Ez visszatérni erre, szóval a világban tulajdonképpen, és a világot az evolúció tartja fönn, tehát a fejlődés. És a fejlődésnek az egy fontos része az, hogy igazából kevésből, a sok kicsiből egy nagyobb fog keletkezni. Például a bokáért, mondjuk a Föld, sok meteoritból összeállt Föld. Ugyanez vonatkozik egyébként a mi idegrendszerünkre is. Sok kicsi vállalkozó idegsejtből lesz majd egy olyan hálózat, amiben nem mindegyik idegsejt vesz részt, de azok, amik részt vesznek, azok nagyon rendesen működnek, és lehetővé teszik azt, hogy például gondolkodjunk. A fejlődés, vagy a gondolkodásnak a fejlődése, az egyik nagyon fontos dolog. Ugyanolyan fontos ugyanakkor meg a hagyomány, és azt tudom, mert utána olvastam, hogy a Hámori József család, ez egy orvos család, konkrétan, hogy ugye orvosok voltak, talán a testvérei is, meg a felnőni is, és a Máténak szeretném a következő kérdést feltenni, hogy a Thomas Mann nagyregényében, a Budenbrockházban, meg a novellában, a Tonio Krügerben, ott van egy ilyen minta, hogy a polgári családban, amikor
az egyik nemzedéknek a képviselője művészeti pályát választ, az a hanyatlásnak a... Az a hanyatlás. Ugye előtte a rendes szakmájuk voltak, üzlettel foglalkoztak, bankkal, tudományjal, és akkor jön valaki, aki szembe fordul ezzel, és ő a művész. Ez így jelenik meg a Thomas Mannnál, és a kérdésem pedig az, hogy amikor kiderült, hogy a művészeti pálya lesz a saját, akkor az édesapja mit szólt hozzá? Támogatta ebben, vagy inkább mondta, hogy hát édesfiam, valami rendes pályát kellene választani, hogy volt ez, hogy sikerült ezt elfogadtatni, hogy jelentette ez bármikor problémát? Hát nem tudom, hogy az agykutatást rendes foglalkozásnak tekinthetjük-e, de tulajdonképpen nem áll annyira távol a kettő egymástól, és egyébként pont édesapám azt gondolom, hogy nagyon is örült neki, hogy ezt a ilyen felhőkergető szakmát választottam. Az édesanyám annyira nem volt lelkes az ötlettől, hogy a nők általában a racionalitás talaján állnak, és amikor megtudják, hogy a gyerekük egy olyan szakmát választ, amiből jó esetben ilyen lehet halni, és ha az ember a csodának az egymilliómod részét megkapja, akkor esetleg meg is élhet belőle valahogy. Hát a zeneművészet az azért egy ilyesmi kategória. Tehát édesanyám nem volt túl lelkes, én viszont nagyon kategórikusan, bár tulajdonképpen lehetőségem lett volna valami normális szakmát is tanulni, mert szerencsére arra azért odafigyeltek, hogy én végig normális iskolába is jártam, tehát párhuzamosan végeztem a zenei szakközépiskolát és a ciszterekhez jártam, ami meg egy apai hagyomány, mert ő is oda járt, sőt az ő édesapja is oda járt a budai ciszterekhez, a már hagyományt említette. De mégiscsak azt döntöttem, mert ugye ez egy ilyen elhívás szerűség ez a zeneművészet, hogy én már pedig 18 évesen csak a Zeneakadémia karmesterképzőjére sehova máshova, és ez akkor egy elég nagy sok volt azért. De miután szerencsésen fölvettek, és aztán szép lassan talán elkezdett igazolódni, hogy ez egy merész, de nem volt egy rossz húzás, most már talán megnyugodtak így, nem tudom, 20 évek tettével. Ezt fel tudja idézni, amikor az eldőlt, hogy a zeneművészeten belül a karmesteri pálya lesz az? Azt laikusoknak, kívülállóknak egy kicsit azért nehéz elgondolni, mert ugye a hangszeres zenével nagyon fiatalon találkozik az, aki zenével foglalkozik. De hogyan szerezte azokat az élményeket, amelyek a karmesteri pályára irányították? Ez nagyon konkrét egyfelől, másfelől persze nem ennyire egyértelmű. Nálunk egy ilyen családi barát volt akkoriban és azóta is, és nekem személyesen is nagyon jó barátom, olyannyira, hogy kb. 4 napja ő volt az esküvői tanunk. Szóval ő Vásári Tamás, aki hát ugye egy fantasztikus művész és zongoraművész, és én amikor zongorát tanultam, akkor ő meghallgatott engem. Eleinte zongoristának készültem, meg zeneszerzőnek, és hát meghallgatott a Vásári 14 éves koromban. Szépen zongoráztam, megmutattam a zeneműveimet, hát azokkal is udvariasan mosolygott, gondolom. És hát utána beszélgettünk, mert ő egy nagyon jó beszélgető partner, és ő volt az első, aki azt mondta, hogy ő azt érzi bennem, hogy tulajdonképpen a karmesterség volna az én pályám. Na most lehet, hogy utólag visszagondolva ezt azért mondtam, mert annyira csapnivalóan zongoráztam, hogy valahogy el akar téríteni ettől a pályától, és nem jutott jobb az eszébe. De valójában igaza volt, mert azok a, hogy mondjam, emberi motivációk, amik a karmesterséghez kellenek, hogy emberekkel akar az ember foglalkozni, úgy érzi, hogy van esetleg ereje ahhoz, hogy ezeket az embereket vezesse, jó irányba vezesse, vállalja a konfliktusokat, pedagógus irénája legyen, szeressen szerepelni emberek előtt, ne legyen félénk a színpadon, szóval sok minden kell ez, és ezeket úgy látta a Tamás, hogy megvannak bennem, és aztán elültette a bogarat a fülembe, és végül is ez lett. Professzor úr, azt tudjuk, hogy már a 60-as évektől kezdve rendszeresen dolgozott külföldi egyetemeken, akkor, amikor még nagyon nehéz volt Magyarországról külföldre jutni. A tudományos munkán túl nyilván az akadémiában ez nagyon sokat jelentett. De mi volt az, amit még adott az, hogy az államszocializmusnak ebből a zárt világából időről időre ki tudott lépni? Hogy adott valami olyan megfogalmazható élményt, amit onnan azért mégiscsak aztán haza tudott hozni, és valamit tudott vele kezdeni?
Az Egyesült Államokban voltam. Egyesült Államokban voltam, többé-kevésbé, igen. Szóval az igazság az, most na még jó. Az igazság az, hogy nem csak én, sokan mások is. Olyan szerencsés helyzetben voltak az úgynevezett szocializmus idején, hogy a természettudósok elsősorban, hogy könnyebben tudtak kimenni, ha volt meghívásuk. És hát nekem is volt ilyen meghívásom, először az egyik Nobel-díjas hívott meg a laborjába, aztán egy másik. Szóval ez így megy. Meghívás, ha fizetik, akkor mehetsz. Nem mindig, de azért általában mehetsz ki. És akkor a helyzet az, hogy ezek aztán többé-kevésbé, ezek a kutatók így kimennek, az a benyomásom, hogy 90%-uk letöltötte ezt az egy vagy két évet, és aztán hazajött. Nagyon sokan hazajöttek, érdekes módon, akkoriban. Most már nem annyira. De hát akkoriban valahogy egészen más volt a helyzet. Tehát sokkal rosszabb volt itthon, és mégis hazajöttek. Nagyon érdekes volt. Nekem volt mindjárt egy meghívásom a Columbia Egyetemben, New Yorkban, annak idején, ami hát az egyik éra egyetem. Hogy menjek oda, én anatómus voltam eredetileg, és 50 éven keresztül, tehát anatómiát tanítottam és oktattam. És az Amerikában ez kezd kihalni ez a szakma, az anatómia. Már nem igen gyakorolják, úgyhogy hát ezért volt az, hogy meghívtak mindjárt, hogy menjek el. 5 évre kapok egy nagyon jó fizetést, meg minden. És mondom, hogy hát nem, a családom is otthon van. Jó, de hát családot is ki tudjuk hozni. De akkor sem vagyok. Miért nem? Mert én Magyarországon szeretnék élni, mondtam. Hát te hülye vagy, mondta az illető, az egy kommunista ország. Mondom, lehet, hogy kommunista, de akkor is az én országban. Úgyhogy ez volt egy, aztán volt még egy ilyen csalizás, hogy így mondjam, de ez igazából nem nagyon érdekel. Én tényleg, ma is, akkor is és bármikor ezt az országot tartottam a szívem közepének. Tehát nem volt nehéz a dolog. Ez egyik. A másik pedig szakmailag nagyon sokat lehetett fejlődni. Főleg amikor New Yorkon kerültem, az egyik egyetemre hosszasan, és akkor volt az, hogy két évenként, 3-4 hónapra ki lehet már menni. Ebben nagyon nagy segítségem volt, vagy segítségünkre volt, mert ez nem csak nekem, az, hogy az akadémiai elnöke akkoriban egy Szent Ágoston János nevű kiváló agykutató, és hát kiváló egyetemi tanár volt, akadémikus, mert aki mesterem volt 40 éven keresztül. Itt van a Zsuzsa valahol. Zsuzsa, hol vagy? Én vagyok. Ott van. Ő ismerte, és a Szent Ágostonit elég jó. Szóval a Szent Ágostoni mellett, és a Szent Ágostoni, mint akadémiai elnök, nagyon jelentős mértékben segítette az ilyen kiutatásokat, és ennek sokan nagyon nagy segítséget kaptak ilyen értelemben. Ez így is volt. Na most New Yorkban sokat tanultam. Ott olyan értelemben is, hogy műtéti szakmákat is, és hát ott a látórendszerrel kapcsolatos vizsgálatokat ott végeztük tulajdonképpen olyan állatokon, amelyek nem teljesen, de valamelyest hasonlítanak az embert majmokon. Na most itt Magyarországon a majmokon való vizsgálat már csak azért is nehéz volt, hogy nem voltak majmok. Voltak azért, de azok emberformájuk voltak. Tehát a majmokon vizsgálatban is, és tényleg egész érdekes eredményeket találtunk, például a kéreg alatti átkapcsoló állomás, mert ott is van egy átkapcsoló állomások, a szemből jövő ingerületet átkapcsolódik. Azt találtuk, hogy ott bizony vannak olyan gátló mechanizmusok is, amelyek elősegítik azt, hogy már a kéreg előtt tulajdonképpen újra kialakuljon valami látásforma. Tehát nem csak a kéregben, hanem a kéreg alatt is. Ezt ott dolgoztuk ki. Úgyhogy én azt hiszem, nagyon sokat köszönhettem azoknak az utazásoknak, amelyek ide New Yorkban, illetve hát Kaliforniában vezettek. Kaliforniában pedig hát San Diego-ban tanítottam, ami megint csak egy óriási élmény volt medikusokat. Ugyanis meg is mondom miért, mert a hallgatók, a medikus hallgatók, nálunk is, de nem csak a medikus által hallgatók, azok leülnek és akkor így ülnek és akkor hallgatnak. Vagy pedig egymással beszélgetnek, de egyéb dolog nem történik. Ott a medikus hallgatók, ha valamit nem értettek az előadásban, azonnal fel a kéz, és tudtuk, hogy akkor valamit kérdezni fog. Tehát előadás közben is lehet, interaktívan tették az előadásokat. Nagyon fontos. Na most, amikor hazajöttem, akkor milyen derék dolog, hogy ezt meg lehet csinálni. Fölhívtam a hallgatókat, hogy
tessék csak nyugodtan kérdezni az előadás közben, senki nem mert. Szóval nálunk ez még nem jött be, hogy így mondjam, de az egyik része, a másik pedig, hát szándékos, hogy nagyon szép helyen laholjak, az egyetemnek a helye, az nagyon szép helyen feküdt, tehát ott, és ott volt még egy élményem, egy magyar élmény egyébként, a tengerpart mellett volt az étterem, nem mint itt, tehát és ott éppen ebédelünk, amikor jött egy ismerős, aki San Franciscóból érkezett San Diegóba, San Franciscóból volt a konferenciájuk, és büszkén meséljük, hogy ha fantasztikus éjszakánk volt, milyen éjszaka. Hát ismerem én a Gastján Endrét, mondom, hogy ne ismerném, hát jó barátom is. Gastján. Gastján Endre az egy pécsi professzor volt, aki akkor két évre éppen Amerikában volt. Egy fantasztikus tudású ember, aki, ha már arról van szó, hogy természettudós és ez, aki a költészetet is nagyon jól ismerte, annyira, hogy azt mondja, hogy mi amerikai barátunk képzelt el, körülbelül két órán keresztül beszélt számunkra, voltak a kezem, Eliot költészetéről. T.S. Eliot, ugye, aki híres angol költő. Hát fogalmam sem volt az amerikaiaknak, aki T.S. Eliot, itt tudták meg. De egy élettanász, aki tulajdonképpen idegrendszer kutató, ilyeneket is tudjon, és sok minden mást is. Tehát Magyarországon még volt egy olyan kutatás, olyan oktatási rendszer, ahol a kettő nem egymás ellen, hanem egymás ellen volt, csak megmutatom. Csak hogy tudják, amikor meg könyvkiadóként dolgozom, és néhány héttel ezelőtt egy nagy életrajzi regényt jelentettünk meg, Szent Györgyi Albert életéről, és én ebből a szövegből tudtam meg, hogy Szent Györgyi Albert a hallgatói alatt a Szegedi Egyetemen rendszeresen röplabdázott, és ezt ő nagyon fontosnak tartotta. A professzor úr mondta el a Szent Ágotai Jánosról, hogy a kollégáit reggeltől estig bent tartotta az intézetben, de együtt fociztak, mint éppen úgy volt. Önöket nem kellett bent tartani, A kérdés viszont ezzel kapcsolatban Mátének szól, hogy, és ez már egy személyesebb jellegű kérdés, hogy a professzor úr, mondjuk úgy vezetőként, a család vezetőjeként, ugyan ilyen jó fej, mint a Szent Györgyi, meg a Szent Ágot, hogy lehetett vele focizni, vagy mindig csak a tudomány, vagy éppen a komoly művészeti teljesítmények. Szóval, hogy mennyire volt szigorú apa? Hát nem volt. Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem úgy volt szigorú apa, mivel ugye őt azért a szakmája nagyon sokszor elszólította, mert nem csak Amerikában dolgozott ő, hanem egyébként Skóciában is, máshol is a világban, és Pécset ugye rektor volt hosszú éveken keresztül, ami azt jelentette, hogy ő azért elég keveset volt ezekben az időkben otthon. Hál' Istennek, már hogy olyan értelemben hál' Istennek, hogy hát ugye a karrierje szépen ível, de hát ez a mi szempontunkban azt is jelentette, sokszor ő a hiányával volt jelen, de mivel van nekem egy fantasztikus édesanyám is, aki nagyszerűen fölépítette a házi kis oltárát a mi édesapánknak, hogyha nem is volt jelen, akkor azért elmondom apátoknak, szóval volt egy ilyen, amiből semmi nem történt volna, mert a legcsekélyebb mértékben sem volt szigorú, de tényleg, tehát nem emlékszem olyan pillanatra, amikor egy szigorú atyai pofon elcsattant volna. Na jó, talán maximum egy-kettőt tudok felidézni, de nem volt jellemző, és nem volt erre szükség, mert egy olyan tiszteletet tartottuk őt mindig is, hogy elég volt az édesanyámnak, hogyha valami olyasmi volt, csak utalni rá, hogy egyszer majd apátok is itthon lesz, és akkor ünnep. De ténylegesen azt gondolom, hogy egy nagyon jó mintát adott, és most nem akarom eltúlozni, hogy mennyit volt otthon, vagy mennyit nem, mert azért sokat volt otthon. És amit láttunk, az, hogy egy ember, aki érdeklődik, olvas, tehát csoba olyasmit mutatott ő, amit aztán óhatatlanul eltanultak a gyerekei. És azt gondolom, hogy ez a legjobb nevelési módszer, úgyis a gyerekek mintakövetéssel tanulnak a legtöbbet, azt gondolom, és én tőle rengeteget tanultam mintakövetéssel. Nem kellett neki a számba rágni azt, hogy már pedig édes fiam ezt és ezt csinál, hanem úgy mutatta, ugye el volt a saját kis mikrovilágában, és ezt így gyerekként így beszívtuk magunkba, amit láttunk. Egy kedves barátom mondtam, valamilyen kérdésre válaszol azt, hogy a világlátottság fertőző,
Úgyhogy tartozik ehhez egy kiegészítő kérdés, hogy ez a fajta világjárás, amit a professzor úr a részben a munkája miatt végigcsinált, ez befertőzte? Tehát, hogy az utazás, a világjárásnak a szeretet megint, vagy éppen ellenkező hatásként, mivel az édesapjának folyton utaznia kellett, inkább itthon szeret tartózkodni. Szerintem ő se szeret utazni. Te szeretsz utazni? Nem. Vannak dolgok, amik a karrierhez hozzátartoznak. De én inkább a fertőzést ott szedtem össze, hogy én is ezt az országot szeretem, a fene egye meg a legjobban, és itt szeretek legjobban élni. Pedig ugye az én időmben már sokkal több lehetőség nyílt egy fiatal számára, vagy nyílik egy fiatal számára arra, hogy mondjuk elmenjen és máshol éljen. Nekem a zeneakadémiai éveim alatt is nyílt egy ösztöndi lehetőség, ráadásul egy nagyon jó ösztöndi Finnországban, az egyik legjobb zenei egyetemre. De nem értem vele, több oknál fogva, és tulajdonképpen nem bántam meg. Időnként járok külföldre dirigálni, illetve azért minden évben van valami, vagy Olaszország, vagy Németország, vagy majd Angliába megyek most hamarosan, de nem vagyok az a nagy utazó, és őszintén szóval kerülöm is. Kerülöm is, és hál' Istennek itt Magyarországon annyi feladat és annyi kihívás ér, és annyi sok potenciált látok még az itthoni zenei életben is, hogy az, hogy én most elmenjek, és minden héten egy másik zenekarnál ugyanazt a programot eldirigáljam, világutazó karmesterként bőröndből éljek, ez a perspektíva engem nem vonz, és tényleg nem azért mondom ezt, mert hogy nem lenne erre lehetőség, ha nagyon akarnám, hanem mert ebben nem látok annyi kihívást, mint az, hogy az ember a saját közegébe, a saját pici kis vagy nagyobb társadalmi közegébe tudjon valami olyasmit létrehozni, aminek esetleg hathatós, esetleg generációkra kimutatható hatása van. Ami mondjuk egy ilyen utazgatós karmesternél azért nem feltétlenül igaz. Hogyha az utazás ilyen értelemben nem is, azt tudjuk, hogy a professzor úrnak egy másik elkötelezettsége viszont nagyon is befertőzte. A Hábori József a kutatás mellett mindig nagyon fontosnak tartotta részben az oktatás, részben pedig a tudományos ismeretterjesztést, olyannyira, hogy a Tudományos Ismeretterjesztő Társaságnak az elnöke is, de még a Mátéhoz még egy rövid kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy a Hábori Mátéról pedig tudható, hogy az Óbudai Danubia zenekar művészeti vezetőjeként ilyen oktató jellegű beavató produkciókat vezetett be a munkába, a gyerekekkel megismertetni a zenét. Ez részben a kérdés egyik része, hogy ezt hogyan képzeljük el, ugye ez egyfajta nevelői oktatói munka, másrészt pedig, hogy honnan jött az indítatás. Hát az indítatás, az, amit az előbb mondtam, az teljesen ide kapcsolódik, hogy én abban hiszek, hogy annak, amit mi csinálunk, csak akkor van értelme, már a klasszikus zenére és a művészetekre gondolok, hogyha nem arra törekszünk csak, hogy mondjam, a meglévő közönségrétegnek, vagy aki egyáltalán tisztában van azzal, hogy mi egy Beethoven szimfónia, játszunk Beethoven szimfóniákat, hanem hogy ezt az örökséget, amit mi kaptunk ugye a mi szüleiktől és azoknak a szüleitől, ezt tovább kell adni. Ezt nagyon sokan elmondják egy ilyen lózunkszerűen, hogy ez mennyire fontos, de én a saját bőrömön tapasztalom azt, hogy egyszerűen felnő egy generáció, aminek nincsen egy olyan aktív érzelmi viszonya ezzel a kultúrával, mint mondjuk egy idősebb generációnak, akik még ebben nőttek bele. És én azt gondolom, hogy ez a legfőbb és az egyetlen igazi célja annak, ha valaki ma művészettel foglalkozik. Van az a Nagy László vers, biztos ismerik, hogy kiviszi át a szerelmet a túlsó partra. Most ez nem egy szerelmes vers. Az a vers az pontosan erről szól, hogy kiviszi át a művészet szeretetét, a művészet szerelmét, kiviszi át a kultúránkat a következő generációnak. Én nekem ez a személyes hivatásom, és ezt tartom a legfontosabb feladatomnak most is, és azt gondolom a jövőben is, mert ez most egy olyan égető kérdés, mint a klímaváltozás a tudományban, a művészetben ez, hogy kiviszi át a szerelmet, és a mostani 6-7-8-10 évesek hogy fognak ehhez viszonyulni. És hogy kell ezt elképzelni, egészen véletlenül 3 ifjúsági koncertet vezényeltem. Elmegyünk például ez az általános iskolai program, ez úgy néz ki, hogy összeállítunk egy 45 perces műsort. Ez jelen esetben Ravel és Bartók zenék, rövid zenék, amik közé én írtam egy ilyen
kicsit posztmodern, kicsit vicces, kicsit szép mesét. És egy mesével összekötöttem ezeket a zenéket, és a zenék alatt van egy kiváló táncegyüttes, akik pedig tánccal és mozgással, hol viccesen, hol szépen mutatják meg azt, ami a mesében van benne. Ebből áll össze egy 45 perces kis előadás, amiben van ugye mese, van tánc és van zene, és az egésznek az a lényege, hogy 45 percig Ravelt és Bartókot hallgatnak a 6-7-8 éves gyerekek, mert ezt alsósoknak játsszuk, nagyon sokat nevetnek, hál' Istennek jól érzik magukat, és nem tudják, hogy ők most klasszikus zenét hallgatnak, nem úgy megyünk oda, hogy most ide figyelj, üljél szépen rendesen, csöndben, és hallgass meg a klasszikus zenét, hallgass Ravelt, de így mennénk oda, az egy katasztrófa lenne. De mégis sikerül becsempésztünk az életükbe ezt a zenét, és ez egy élmény. És minden több ilyen élmény éri őket, talán annál valószínűbb lesz az, hogy nem fognak elutasítóan viszonyulni ehhez a műfajhoz, és esetlegesen majd, ha eljutnak oda, be is ülnek akár egy koncertre, vagy bekapcsolják a rádiót, vagy meghallgatják ezeket a zenéket, és mond majd nekik valamit, mert ezek, én nagyon hiszek ezekbe a gyerekkori beidegződésekbe és imprintingekbe, hogy ezek az élmények bizony meghatározóak lehetnek, ha pozitív élmények, sajnos ha negatívak, akkor is. Revelen és Bartókon kívül még kik azok a zeneszerzők, akikkel közel lehet a gyerekekhez kerülni? A gyerekek a legjobb közönség, tehát minden, bárkivel, aki zseni. Tehát bárki, aki remek műveket ír, Wagnerrel, teljesen mindegy. A gyerekek sokkal őszintébb közönség. Bartókot, most volt a Café Budapest Fesztiválon egy olyan ifjúsági előadásuk, csak Bartókot játszottunk, kicsi gyerekeknek, ugyanez a táncos előadás, ugyanígy elkövettem hozzá egy mesét, egy ilyen csodaszarvas modernizált csodaszarvas történetet. A Csodálatos Mandarinból, a Koncertóból, az első hegedűvel, szóval ilyen fajsúlyos dolgokból a 6-7 éves gyerekeknek. És végig figyeltek, élvezték, féltek, örültek, csodálkoztak. Tehát olyan alapvető érzéseket váltott ki belőlük a történet és a zene együtt, amit lehet, hogy önmagában, ha csak azt mondom, hogy na hozd el a 6 éves gyerekedet a Csodálatos Mandarinra, hát hülyének néznének, ha ezt mondanám, mert hát az nehéz, ugye a szülő is azt gondolja, hogy nehéz. De most a gyerek, amint mesezeneként hallgatja ezeket az egyébként remek műveket, nem tűnik föl neki, hogy nehéz, hanem egyből a lényegét érti meg. Szóval amíg a gyereknek nem magyarázza el valaki, hogy a művészet nehéz, vagy bonyolult, vagy érteni kell hozzá, addig ő ezt nem tudja, és hat rá, ha egy művészeti alkotás legyen, az festmény, költészet, zene, zseniális és zsigeri, akkor az egy gyerekre hamarabb fog hatni, mint egy felnőttre, aki már el van bútítva sok szempontból. Ilyenkor, amikor több darabból bizonyos értelemben dramatizálva állít össze egy koncertet, ami egy picit más, mint a hagyományos karmesteri munka, ilyenkor van csábítás, megszólal önben a komponista, akinek készült, szóval volt már, hogy megérezte, hogy akkor ezt az elejéről az egészet, tehát hogy a komponálás volt, hogy visszatért az életével? Nem, sajnos, hát nézett a Bartók partitúrák fölött végzem ezt a Kókler munkát, akkor azért van annyi önértékelésem, hál' Istennek, ami miatt abba hagytam a zeneszerzést, hogy nem fogom, hogy jó, ez a Csodálatos Mandarin, de hát úgy is lehetne, hogy szóval azért nem idáig nem süllyedtem, és hál' Istennek. Tudja, van egy mondás, hogy mindenki egy idő után eléri a saját inkompetenciáját. Na most én azért még remélem, hogy még talán fiatal vagyok, de biztos én is el fogom előbb-utóbb érni, de akkor valaki szóljon, legyen kedves, mert én talán nem sikerül. Professzor úr, még mielőtt kérdezni, szeretném kiegészíteni. Nagyon, nagyon büszkék vagyunk feleségem, és feleségem orvos egyébként, professzor az egyetemen, a Semmelweisen. Tehát mind a ketten nagyon büszkék vagyunk a Mátéra, de én azt hiszem, hogy ezt végighallgattuk, már pedig végighallgattuk, hogy mit csinál a gyerekekkel. Akkor egyszerűen nem tudunk más mondani, mind a ketten én magam is most itt, hogy nagyon büszkék vagyunk veled, Máté, hogy ezt csinálod. Ez olyan dolog, amely tulajdonképpen egy generációt meg tud menteni. Már pedig volt az a Kodály mondás, és teljesen igaz, hogy zene és ének nélkül nincs emberi személyiség. Nem alakul ki emberi személyiség. Tehát ha a gyerekeket nem tudjuk megtanítani erre, akkor igazi személyiség nem alakulhat ki zene és muzsika nélkül. Már pedig Máté nem csak muzsikát ad nekik,
hanem mozgás kultúrát is például a kokaira koreográfiával. Ugye? Hát nem is személyesen, de... Ezen kívül pedig... Ezen kívül pedig, hát azért ő próbál is ír nekik ezért fel, tehát tulajdonképpen ő összeköti azokat a dolgokat, amelyeket művészet címszóval szoktunk jelezni. Tehát nem csak zenéről van szó, de azért a zene nagyon fontos része ennek, és hát ezt akartam csak mondani. A professzor úr szeretné feltenni a következő kérdést, hogy az pedig a következő, hogy professzor emeritusként mi az, ami arra indította, hogy egy olyan hatalmas munkát vegyen még a vállára, mint a tudomány, a TIP-nek, a Tudományos Ismeret Terjesztő Társaságnak a vezetése, ami ráadásul rengeteg problémával küzdött, és azt a médiából is tudjuk, hogy egy folyamat a fennmaradásáért küzd sok esetben. Szóval mi volt az, ami arra indította, hogy az akadémiai pálya után egy ilyen tudományos ismeretterjesztő vezetői tevékenységet folytasson? Szóval igazán az, ami tulajdonképpen minden valamire való hát kutatónak, nem azt mondom, hogy tudósnak, mert talán tetszenek tudni, hogy Pongor Ernő volt egyszer egy kiváló tudós, és ő le is írta azt, hogy az a tudós tulajdonképpen az a kutató, aki már meghalt. Tehát életünkben még nincsenek tudósok, később fogják a tudósnak nevezni. Következésképpen, aki jó kutató az akadémián vagy mások, azt kérem szépen, attól lesz jó igazából, ha azt a tudományát, amit ő összeszedett innen vagy onnan, át tudja adni másoknak. Ez nagyon fontos. A mások alatt pedig tessék a nagy társadalmat érteni. Tehát, ha mi csak úgy magunknak tényleg elefántsor toronyba játszunk a tudománnyal, és elérünk eredményeket, de azt mondják, hogy akkor ezt ebben a fiókban, ezt abban a fiókban, tehát nem próbáljuk átadni a tényleg érdekes eredményeket, akkor bizony nem vagyunk igazi úgynevezett tudósok. Tehát én azt hiszem, ez az egyik. A másik, ezt Szent Ágota Jánost említettem, ő egy kiváló agykutató is volt, talán Magyarország legnagyobb agykutatója volt, nem talán már biztosan az elmúlt században, és emellett fantasztikus előadó volt. Olyan előadó volt, nem tudom, van-e közöttünk olyan, aki az egyetemi előadási esetleg hallgatta. A medikusok nagyon szerették, ugyanis ő nem csak az anatómiai anyagot adta le, hanem megfűszerezte mindenféle sztorikkal, ahogy ő mondta, történetekkel, amelyek azután fönntartották az érdeklődését a hallgatókban. És ezekben a sztorikban ők nagyon sok ismeretterjesztést is végzett. Ő ismeretterjesztő előadásokat tartott a medikus annyira, hogy nagyon élvezték a hallgatók. Egy soha nem felejtem, egyszer két medikusnak a beszélgetését kaptam el a folyosón, anatómián. Azt mondja az egyik, de édefény nem volt anatómián most előadásom. Nem, kitartott, hát a Szent Ágata, tényleg, na és milyen volt? Hát fantasztikus, tudod, a Szent Ágata mindig mondott. Na és miről beszélt? Hát azt pontosan nem tudom, de nagyon jó. Szóval volt egy ilyen mellékvonala is a dolog, de minden esetre az ismeretterjesztés már ott megtanultuk. És ő egyik nagyon büszke is volt arra, hogy ismeretterjesztő. Egyébként egy ideig volt ennek a TIP-nek ő az elnök is. A másik dolog jelenleg a TIP olyan állapotban van, most már javuló állapotban van, hogy tulajdonképpen már van 31 néhány társintézménye vidéken, tehát majdnem minden megyéről, sőt minden megyében van, Pesten is vannak, és ezek is működnek. Tehát mi szeretnénk azért egy kicsit följebb hozni a dolgot, nem csak a planetáriummal kapcsolatban, hanem más módon is. Úgyhogy itt az különösképpen most, hogy elmúlt a televíziós korszak, bizonyos értelemben, mert hiszen volt egy nagyon jó korszak a tudomány terjesztésének, bizonyára ismerjük meg, amikor még érdemes volt ugye nézni a televízióban ezeket az anyagokat, sajnos ez most már nem annyira jó. Tehát ehelyett azonban itt szeretné betölteni ezt az űrt,
ugye van három folyóirat, amit érdemes számot tartani, és tehát szeretnénk ezt továbbfejleszteni szentágatai módon. Az M5 visszahozhatja ezt különben? Ott a titnek lesz szerepe? Ugye most indul egy ilyen, ráadásul még ismeretterjesztő csatorna, azt hiszem az is a megnevezése. A Tudományos Ismeretterjesztő Társaságot bevonták ennek a program tervezésébe, vagy akár konkrétan a tartalomkészítésbe? Bevonták, és rögtön kértek 3 milliárd, 500 millió forintot, hogy akkor ennyivel járjunk hozzá. A cég nem ilyen gazdag, úgyhogy vannak ilyen pénzügyi dolgok is persze, de ezzel együtt tényleg megtörtént ez a bevonás, úgyhogy. De még egyen mondom, aki tévét néz, tudom javasolni ezen kívül, vagy ötösen kívül, ami azért nagyon jó nyelveckékkel is rendelkezik, angol nyelvet főképpen, de ezen kívül vannak olyan tévécsatornák, mint a Spektrum. Azt mindenféleképpen javasolnám, vagy a National Geographic. Ez a kettő mindenféleképp olyan, amelyeket nézni érdemes, nagyon jó természetfilmek is vannak benne, bennük is. Tehát majd remélem, hogy ez az ötös csatorna is fog idáig jönni. Aha, Flóbert mondta egy újságírói kérdésre, hogy Bovári Nél vagyok, ami ugye részben persze azt jelentette, hogy ne akarják az olvasók a szomszédasszonyt keresni benne, meg senki más, és akkor majd inkább leszek én. De ugyanakkor valami mást is jelentett, az átlényegülést, és aki ismeri, szereti a Bovári Nél, az tudja, hogy itt konkrétan az írónak ez az átlényegülése abban, amiben megtörténik. Máté, a zeneművészetben karmesterként van ilyen? Létezik olyan műélmény? Találkozott olyan műve, volt olyan flow élménye, hogy azt érezte, hogy abban a darabban, abban a hámat Máté van. Tehát, hogy a kérdés az, hogy mi volt a művészként a legerősebb zenei élménye. Természetesen nem, most nem befogadóként, hanem karmesterként. Hát ez kicsit olyan ez a kérdés, hogy melyik a kedvenc zeneművem. Na, nehéz kérdés. Az átlényegüléshez annyit, hogy az majdnem, hogy elvárás, tehát az egyik alapfeltétele annak, hogy az ember hiteles előadást tudjon nyújtani. Ha én csak ledirigálom a művet, akkor nem biztos, hogy hozzáadok annyit ahhoz az eseményhez, ahhoz a koncerthez, hogy az mondjuk magával ragadjon 800 vagy 1500 embert, attól függ, hogy melyik teremben játszunk. Ahhoz, hogy azoknak az embereknek az élményé és akár katartikus élményé váljon, nekem egyé kell válnom azzal, amit éppen csinálok, mert csak a tökéletes átlényegülés lesz hiteles előadás. És ha nincs hiteles előadás, akkor nem születik meg a katarzis sem, azt gondolom. Úgyhogy persze ez most kitértem a válasz elől egy kicsit. Nézem, mindig általában az a mű, amivel éppen foglalkozom, az vagyok én, de van, ami jobban betalál, és van, ami kevésbé. De az az igazság, hogy a remek művekkel foglalkozunk, azért tehát ami koncerten elhangzik, annak is csak egy kis százaléka igazán remek mű. Pedig én mondjuk a Danubiánál igyekszem a remek művekre koncentrálni, még úgy is, hogy egy picit megpróbáltuk kinyitni ismeretlenebb művek felé a repertoárt. De azoknak csak a jéghegy csúcsa az, ami tényleg az a par excellence remek mű. Azokkal azért könnyű azonosulni, de attól is függ, hogy az ember saját életében milyen lelkiállapotban van. Ha én éppen egy viharos, drámai szakításon és szerelmi csalódáson vagyok túl, akkor a Beethoven pastorál szimfónia nem biztos, hogy hülyen fogja tükrözni a... De azért vagyunk profik, hogy hiába én nekem meghalt valaki, akit szerettem, ha a pastorál szimfóniát kell dirigálnom, akkor én abban a pillanatban ott vagyok egy friss hegyen, nem tudom, az Alpokban, és beszívom azt a roppanós levegőt, és akkor nem gondolok arra, hogy van a zenének egy nagyon érdekes tulajdonsága. Most volt egy koncertünk a Danubiával egy pár nappal ezelőtt a Zeneakadémián, és egy ilyen nagyon szolid kis műsort adtunk, a Beethoven Egmont nyitány, az még rendben van, azt is szokták, a Salmus Hungaricus Kodálytól azt is szokták, és akkor Sosztakovics 11. szimfónia, ami egy ilyen 65 perces szolid kis orosz, hát a kis Sosztakovicsot ismeri, nem az a leányálom, ahogy szokták, nem az a lányregény típusú zene. És én nekem sikerült előző nap valami, vagy egy iszonyú gyomorrontást, vagy ételmérgezést valamit beszednem. A lényeg az, hogy én ott konkrétan 36 óráig semmi ételt nem tudtam magamhoz venni, és így kellett nekivágnom a főpróbának. És lázas voltam még hozzá.
Azt hittem, hogy nem fogom tudni a főpróbát végig dirigálni. Úgy mentem be, hogy majdnem elájultam az utcán. És elkezdték az Egmonitánt játszani, és teljes mértékben elfeledkeztem erről. És valami hihetetlen, én pedig tudom, hogy a zenének milyen csoda hatása van, de ilyen szinten ezt még magamon sosem éreztem, hogy fizikálisan a halálomon voltam tényleg szinte, hogy hát akkor azt gondoltam, tudják, amit egy nő könnyű rosszul létnek ítél meg, az egy férfi számára a haldoklásnak a belső lépcsőfokat. Én nálam ez fokozottan igaz. De a Zegmond nyitányán elfelejtettem, és utána a Sosztakovics is úgy végigment úgy gyorsan. És aztán utána megint iszonyú rosszul lettem, de amíg a zene tartott valahogy, ez a legjobb gyógyszer nekünk az, hogyha csináljuk a hivatásunkat. Hál' Istennek! Gondolkodtam azon, miközben készültem erre a beszélgetésre, hogy vajon az egymás professziójához tudnak-e, vagy hogyan tudnak kapcsolódni. Az véletlenül nehezebben elgondolható, hogy a idegrendszernek a aktivációs mintázataihoz, de fordítva az nagyon is elgondolható. Családérvideknél? Máté, szeretném megkérdezni, hogy családérvideknél? Meg szokták beszélni a koncertélményt? Értő közönség? Az édesapja előfordul, hogy megbeszélik, hogy milyen élmény volt? Hát olyannyira értő közönségű, hogy tulajdonképpen az én zene iránti affinitásom is nekik köszönhető, hiszen ugye az előbb beszélgettünk a gyerekekről és az első élményről. Én azért tudom ezt ennyire biztosan, hogy az első élmény mennyire fontos, mert az én első élményem az 6 éves koromban volt, amikor fogtak és elvittek a Zeneakadémiára a Mozart Requiemre. Ugye teljesen észszerű, nem? Hogy egy 6 éves gyerek kisfiam, elmegyünk, meghallgatjuk a Requiemet szépen. De mégis hittek ebbe a dologba, és nekem ez egy akkora frenetikus élmény volt, a Kobayashi Kenichiro dirigálta a most már nemzeti filharmonikusokat, hogy ott valami bekattant, és aztán ez úgy is maradt, úgy tűnik. És ez nem véletlen, mert édesapám egy hatalmas zene értő, és nem csak, hogy értő és rajongó, hanem ő maga is játszik. Tehát nekem gyerekként az első hangszerélménye az volt, hogy ő leült a zongorához, és remekül jazz zongorázott. Ő improvizál, nem tanult zongorázni, hanem úgy valahogy ráteszi a kezét a zongorára, és szól. De tényleg, tehát ezt még a néhai Petrovics Emil is ezt megcsodálta, hogy ez hogy létezik, ez a képesség, ami neki van. Na most én ezt gyerekként hallottam, és elkezdtem őt utánozni, ugye, amennyire tudtam. Szóval ez ennyire erőteljes ez a kapcsolat. Ott a családban nagyon sok zenész van, az ő édesanyja járt Dohnányi Ernőhöz a Zeneakadémiára zongorázni. Csak aztán nem lett belőle zongoraművész, mert ugye szült 8 gyermeket, és hát a kettő főleg akkor még nagyon kizárta egymást. Viszont hát zene rajongó gyerekeket nevelt, és hát így jönnek. Tehát a hagyomány és a szülőktől jövő dolgok azok azért szépen összeérnek a mi családunkban, és a mai napig a leglelkesebb közönségem az ő minden koncertemre, amire tudnak, eljönnek. Most már szegény édesanyámon látom, hogy most már néha azért megragad egy-egy kifogást, hogy ne kelljen jönnie a koncertre. De teljes mértékben megértem, mert azért elég sok koncerten, minden héten ott vannak valamint. De édesapám mindig ott van, és még most is sikerült neki. Szóval van köztünk egy ilyen párbeszéd, mert a Sosztakovicstól például nagyon félt múlt héten, hogy ez azt mondják, hogy ez unalmas. És utána nagyon nagy dicséret, a legnagyobb dicséret az volt, hogy azt mondta, hogy neki ez annyira tetszett, hogy most már csak Sosztakovicsot fog hallgatni. Szerintem ezt azért átértékelted azóta, de a válasz a kérdés, hogy igen. Köszönöm. Professzor úr, azt hát természetesen mindannyian tudjuk, hogy a tudományos munka mellett az életében nagyon fontos a társadalmi felelősségvállalás. Előbb a professzorok Batthyány körülve, később miniszterként is ilyen típusú feladatokat is vállalt. Konkrétan a professzorok Batthyány körével kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy fel tudja idézni annak a megalakulását, hogy mik voltak az elképzeléseik, hogy mi lesz majd a feladata ennek a tudós társaságnak, és hogy beváltotta-e azt, amit vártak tőle? Hát tulajdonképpen a fő cél az volt, hogy alakítsunk egy olyan klubot igazából, ahol egymással tudunk megbeszélni ügyeket, professzorok dolgait, vagy pedig az egyetemi dolgait. Tehát egy ilyen
igazából megbeszélős klubra. Na most ebből aztán az is lett, hogy ez 90-es éveknek a közepén, valamikor 95-96-ban alakult meg ez a Batthyány kör, ami tulajdonképpen nagyon szépen indult, mert előadásokat tartottunk, vagy tartottak és hallgattunk is. Tehát próbáltunk igazából a társadalommal is párbeszédet folytatni, tehát nem csak egymással, hanem a társadalom felé is. Úgyhogy egy-egy professzor kiment beszélni, tartott egy előadást, igazából ez volt az egyik fő funkció, hogy a professzorok vigyék ki magukat és a tudományokat is a közönség közé, tehát a társadalom. Na most ez egy darabig ment. Én most egy kicsit megváltozott a dolog annyiban, hogy mintha irányt vesztett volna egy kicsit a jelenlegi, még most is tagja vagyok természetesen a Batthyány körnek. Én nagyon remélem, hogy ez előbb-utóbb megint visszatér a régi hát gyakorlatra. Ugye a közönség tudja, a vendégeinknek pedig elmondom, hogy itt az első etapot az pontosan időre be kell fejeznünk, mert időre tálalják a vacsorát, és a séf nagyon mérges lesz később, és én azt mondtam, hogy 19 óra 10 perckor fogjuk befejezni, úgyhogy egy kérdés van még. Mind a kettőnknek ugyanazt a kérdést szeretném feltenni. Azt hiszem, hogy sokunknak egy meghatározó élmény az utóbbi időben, hogy mindennek, ami szellemi értelemben minőségi, ami összetett, ami ebből kifolyólag bonyolult, annak van egy negatív felhangja, egy nagyon, nagyon erős, elitellenes hangulat uralja el az egész világot, és a nagyon egyszerű, leegyszerűsítő válaszok azok mindenhol tarolnak. Mi az csúcsértelmiségi akadémikus? Hogyan érzékelik-e ezt a jelenséget, és hogyan lehet ehhez visszanyúlni? Hát ez egy ilyen kettős dolog, mert értem a kérdésnek, hogy mire irányul. Van ennek egy nagyon aktuál politikai, világpolitikai vetület ennek a kérdésnek, ha nem tévedek. Nagyon nehéz dolog, mert egyfelől persze, hogy érzékeljük, vagy érzékelem én is. Másfelől sok esetben, hogy mondjam, tudok azonosulni is vele valamilyen szinten. Most ezt tessék jól érteni, ezt az azonosulni vele. Ugyanis az úgynevezett elit, most minket ide tetszett sorolni az előbb, és ez is egy olyan érdekes dolog, szóval, hogy az elit az nem azért elit, mert az valamivel jobb, vagy esetleg többet érdemel, mint a nem elit. Az elit az azért elit, mert annak feladata van a többiekkel szemben. Na most nagyon jó hasonlat azt gondolom a pápának az eredeti funkciója, aki ugye a többi püspöknek és az egész nyájnak a szolgája elvileg. Tehát nem véletlenül van, hogy a katolikus vallásban, illetve a szertartásrendben a lábmosásnak a szimbolikus cselekedete. Tehát minél magasabbra jut valaki, akár a képességei, akár a tanulmányai, akár a sorszerencséje folytán, annál több fele van, azt gondolom, kötelezettsége. És akkor, amikor az elit elszakad azoktól az emberektől, akikkel szemben kötelezettsége van, akkor ez óhatatlanul felbontja azt a harmóniát, ami a társadalomban megvan. Az emberek nagyon hajlandóak és nagyon szívesen kiemelik maguk közül azokat az embereket, akik kiválóak valamiben. Egészen addig, amíg azok az emberek visszaadnak valamit, amiről itt azért végig beszéltünk, akár az ismeretterjesztés, akár a javaknak, illetve a szépségnek, a művészetnek az átadása. Amíg mi visszaadunk és szolgáljuk azokat az embereket, akik kiemeltek maguk közül azáltal, hogy mi ennek az úgynevezett elitnek a tagjai lettünk, addig ez egy harmonikus kapcsolat és azt gondolom működő társadalom. Amint ez leválik, és az elit elkezd önállóan funkcionálni, és azt gondolja, hogy ő neki elitként jogai vannak, és nem fontos az, hogy visszaadjon és kapcsolatban legyen az egyszerű emberekkel, akkor megtörténik ez, amiről ön beszél, hogy egyszerűen lesz egy ilyen ellenreakció. És én azt látom, hogy sok esetben az elit, itt Magyarországon is, és a világban is elkövette ezt a hibát, hogy elkezdte saját magát nézni, és nem feladatként tekintett arra az ajándékra, amit vagy a sorstól, vagy a szüleitől, vagy a társadalomtól kapott. Ennyire egyszerű a dolog, azt gondolom, és
nekünk ezzel ilyen értelemben nincs más dolgunk, mint hogy tudjuk azt, hogy az ajándék, amit kaptunk, akár képességeink, akár a szerencse folytán, ez bizony nagyon nagy felelősséget ró rá. Máté tulajdonképpen elmondta azt, amit én is elmondhattam volna, és igazából csak egyet szeretnék hozzátenni, egy barátom New Yorkból a választások, tehát az amerikai elnök választások utáni napon, amikor kiderült, hogy ki lett a bajnok, a Trump, fölhívott, ez illető egy orvos professzor New Yorkban, magyar származású, és megkérdeztem, voltál szavazat, azt mondta, hogy volt. Kire szavaztál? Azt mondja, milyen kérdés? Hát teljesen természetes. Mondom, akkor Hillary Clintonra szavaztál? Nem. Mondtam, hogy természetes, nem. Őre semmilyen körülmények között nem. Hát kire? Hát akkor volt egy választ, volt Trumpra. És miért nem a Hillary? Miért nem a Clintonra? Pontosan azért, amit a Máté termeset. Azt mondja, egy olyan klientúrát alakított ki, amely már régen elszakadt az emberektől. Én azért tudom, mert minden nap 10-15 beteget látok. Ezeknek nagy része ahhoz a klientúr, ahhoz a réteghez tartozik, akit elhagytak a Clintonék, és elhagytak azok, akik csinálták. Tehát tulajdonképpen van egy szakadás a társadalomban, Máté erről beszél igazából. Tehát a klientúra, illetve a kliensek és az elitnek, tehát többféle rétege van. Én azt hiszem, hogy mi szeretnénk azt megtenni, és azt követni, amit a Máté is elmondott, hogy ne szakadjon ki azoktól, akik létrehozták a lehetőségeinket. Teljesen természetesen. Úgyhogy tulajdonképpen erről van szó, és ez egész Európára is vonatkozik, tulajdonképpen Nyugat-Európára, Magyarországra is részben. Úgyhogy ez a vélemény. Köszönöm. József, Hámari Máték, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. Kicsit önöknek köszönjük a kitüntető figyelmet, mindenkinek jó étvágyat kívánunk, és kérem, ne feledjék, a második körben az önök kérdéseit fogunk.